Figyelemfelkeltő útlezárást tartottak a rimaszombati járásban található Nemesradnóton tegnap délelőtt 10 és 11 óra között. A szervezők Besztercebánya megye magyar képviselői és az érintett települések vezetői voltak. A 16-os főút felújítása miatt Bátkából délre, a magyar határmenti falvakon keresztül terelik a forgalmat. Az útelterelés egy hete kezdődött és valószínűleg hónapokig tart. A faluban nincs járda, az üzlet, az óvoda, az iskola, a buszmegálló az út mentén található. Baleset egyelőre nem történt, de a teherautók kamionok keltette légáramtól többen bedőltek a sáncba. Féltsük az életüket, féltsük a gyerekeink életét. Itt repülnek 70-nel, 100-zal, itt nem tartsak be a sebességkorlátozást. 30-as van, nincs olyan, hogy betartsak 30-as. Fekvőrendőröket, lassítókat szeretnének a nemesradnótiak és a többi érintett falu lakói is. A Kassát-Zólyommal összekötő déli főút kritikus szakaszán, amely miatt most errefelé terelik a forgalmat, teljes körű felújítást végeznek. 4 kilométer hosszan kiszélesítik az úttestet, lecserélik az útalapot, felújítják a lefolyókat és a hidakat is. A munkát idén kezdték, az eredeti tervek szerint félpályás útlezárással számoltak, de aztán kiderült, hogy a vártnál rosszabb a helyzet, teljes útlezárás szükséges. A szlovák útkarbantartó vállalat az érintett települések és az autósok türelmét kéri. A közlekedés rendészettel és az önkormányzatokkal hónapokon át tárgyaltunk a legjobb megoldást keresve a felújítás idejét érintő forgalomszervezésről. Az elterelő út azért vezet az érintett falvakon át, mert nincs más megoldás. A Rimaszombat-Tornaja szakaszon most 37 kilométert kell kerülni. A forgalmat Rimaszécs felé terelik. Az érintett falvakban 30 km per órára, a falvakon kívül ezen a szakaszon 60 km per órára csökkentették a megengedett sebességet. Rakottyás Uzapanyiton keresztül megközelíthető, Baraca az autósok számára csak földúton elérhető. A mentősöket és a buszokat egyelőre átengedik az építkezési területen. Nem azért vagyunk itt ma, mert nem értünk azzal egyet, hogy az utat javítsák, hanem azért vagyunk itt ma, mert mi akarjuk védeni az itt élő emberek biztonsága a legfontosabb. Nem jó érzük magunkat a falunkban, mert hónap alatt valóban megvisel minket nagyon. Úgyhogy inkább bent vagyunk. Nem tudunk a gyerekeket elengedni üzletbe, vagy egy kicsit a barátokhoz, mert ennyire fejtjük őket. A forgalom elterelésnek anyagi vetületei is vannak. A 16-os főút nemzetközi forgalmat bonyolít, a lezárt szakaszon naponta átlagosan 7-8 ezer jármű haladt át. Az elkerülőként használt másod- és harmadosztályú utakban a nagy forgalom vélhetően kárt tesz majd. A sors iróniája, hogy ezeket a megyei utakat sok éves várakozás után nemrég aszfaltozták. Sikerült annyit megegyezni, hogy az utak paszportizálva lesznek a felutas előtt és után, és a kelkizett karra van ígéret, hogy megtérítsük, de ez ígéret szintjén van. A kialakult helyzet befektetésekre is hatással van. Bátkában például nem tudták elkezdeni miatta a járda felújítást, amit pályázati forrásból akarnak megvalósítani. Ha a határidőt sikerül is kitolniuk, kérdés, hogy a növekvő árak mellett tudják-e majd tartani a költségvetést. Támogatást év végéig kellett, hogy felhasználjuk. Egyelőre kérdéses, hogy megkezdhetjük-e még az ősz folyamán. Lényegében ezt most már a közlekedés rendészet fogja megalapítani, hogy a megnövekedett forgalom miatt lesz még erre lehetőség. Az útlezárás és elterelés vélhetően több hónapig eltart. Az R2-es gyorsforgalmi út, amely szintén erre vezetne, egyelőre nem épül. Noha már el kellett volna kezdeni, a pénzügyminisztérium értéket a pénzért elemzői csoportjának minősítése alapján az R2-es Bátka-Füge közötti szakasza a fontossági sorrendben a 74. helyre szorult vissza, még a földfelvásárlást is leállították.